Több mint 10 éve stabil alapokon áll Kecskemét gazdasága, a megyeszékhely fejlődése töretlen, és a munkahelyek teremtése is folyamatos. Ezzel a gondolattal kezdte a 3 hónap alatt összeállított, és most a képviselők elé került jövő évi költségvetésről szóló rendelettervezet összefoglalóját a polgármester. Szemereiné Pataki Klaudia ezekkel indokolta az évek óta emelkedő helyi bevételeket, amelyek jövőre már rekordösszeget, 25 milliárd forintot tesznek ki. Kiemelkedő az idei évhez képest 4 milliárd forinttal növekvő, és 2024-ben már a 20 milliárdot is meghaladó iparűzési adóbevétel. A polgármester stabilnak, kiszámíthatónak, gondoskodónak és mértékadónak nevezte a jövő évi büdzsét. A városvezető kiemelte az önkormányzati dolgozók januártól esedékes havi 29.600 forintos egységes béremelését, az intézményhálózat stabil működését, azt, hogy nem emelkednek a gyermekétkeztetés költségei a családok számára, mivel ezt az önkormányzat átvállalja. Szemereiné Pataki Klaudia hangsúlyozta továbbá a helyi tömegközlekedés megnövelt támogatását, amelynek alapja, hogy a szolgáltatást, beleértve az iskolabuszt is, már az országos átlagnál is többen használják. Nagyon egészséges és optimális költségvetési szerkezetet próbáltunk összepakolni, ahol a munkatársaink állnak a középpontban, a családok, a gyermekek, az oktatás, a nevelés és az egészségügy áll, annak a támogatása a középpontban. Utána jön a városüzemeltetési kérdéskör, nekem az egy harmadlakos szempont, de fontos szempont, és a fejlesztésekre is egy jelentős forrást tudunk még a 2024-es évben is biztosítani. Levicki Ciril a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság elnökeként konzervatívan tervezetnek és végrehajthatónak nevezte a 2024-es büdzsét, amelybe többek között 3,5 milliárdos fejlesztési forrás lett beépítve, ezen belül pedig több pénz jut majd útfenntartásra is. Király József a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság elnökeként a Városüzemeltetés plusz támogatását emelte ki, de hangsúlyozta a közvilágítás fejlesztése szánt támogatás nagyságát is. Dr. Fekete Gábor, az Értékmegőrzési Bizottság elnöke pedig a helyi kulturális intézmények kiemelt szerepét hangsúlyozta, konkrétan megemlítve a Hírös Agora 650 milliós, valamint a Színház 800 millió forintos jövő évi költségvetési támogatását. János István képviselő a sportszervezetek 1,5 milliárdos támogatását emelte ki, hangsúlyozva a Széktói Stadion felújításához biztosított 300 milliós költségvetési forrást. Szamler László képviselő hozzászólásában a város természetvédelemmel kapcsolatos támogatásait hangsúlyozta, kiemelve, hogy idén Kecskemét nyerte el az év zöld innovációja díjat, főleg a vízmegtartás és az itt létesült esőkertek miatt. A díj kapcsán egy másik elismerésről is beszélt Szemereiné Pataki Klaudia polgármester, aki azt mondta, hogy közelmúltban itt járt az Európai Bizottság képviselője, aki a városunkban szerzett ellenőrzési tapasztalatai alapján az uniós források felhasználása kapcsán pozitív példaként említette Kecskemétet. A 2024-es költségvetés vitájában a kormánypárti képviselők a közterekre, a sportra és a külterületekre fordított plusz forrásokat emelték ki. Pásztyi András képviselő külön megemlítette a Kőrösi-hegy lakóinak vezetékes ivóvízzel történő ellátását. Lévai Jánosné hozzászólásában a civilek és az egyházak támogatását hangsúlyozta. Az ellenzéki képviselők főként az emelkedő kormányzati elvonást, a jövőre már 6,3 milliárdos szolidaritási hozzájárulást hangsúlyozták. Kecskemét 2024-es költségvetését végül a kormánypárti képviselők támogatásával, az ellenzék tartózkodása mellett 13 igen és 7 tartózkodással ellenszavazat nélkül fogadta el a közgyűlés.